Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Tisztító tűz Írta Forró Pál A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya ISBN 978-615-5557-91-0 online MK 15123 Első fejezet Holnaptól kezdve új életet kezdek tudom, ezt már sokszor megfogadtam, de akkor még nem ismertem Olgát. Mindennel szakítok, új emberré kell válnom. Persze, kissé kínos lesz, ha megmondom Lídiának, hogy közöttünk vége mindennek és a fiúkkal is közlöm, hogy sajnos nem járhatok többé a társaságukba, nem tivornyázom át az éjszakákat, nem ülhetek vég nélküli órákig a kávéházban üres és léha fecsegések közepette. Nekik természetesen sejteni ők sem szabad, hogy Olga kicsoda. Isten őriz, hogy ez a cinikus, erkölcstelen banda ajkára vegye a nevét, milyen szerencse, hogy olyan diszkréten a nyilvánosság teljes kizárásával találkoztunk. Még Olga sem tudott róla. És nem is szabad sohasem megtudnia. Tegnap történt a Szalon tavaszi képtárlatának megnyitásán. A harmadik teremben akasztották ki az én két képemet is. Rettentő lámpaláz gyötört. Tudom, hogy ez a kiállítás dönti el sorsomat. Ha most sem figyel fel rám a kritika, ha nem adom el egyik képemet sem, akkor végleg lecsúsztam. Nincs reményem arra, hogy valaha is feltámadjak ebből a reménytelen nyomorúságból. Ott álltam egy oszlop mögött és a kétségbeeséstől majdnem sírva néztem, hogyan mennek el részvétlenül, szinte megvető közönnyel képeim előtt a látogatók. Szerettem volna felordítani dühömben és rémületemben. Hát nincs ezeknek sem szemük, sem szívük, nem veszik észre, mennyi művészi gyötrelem között születtek meg ezek az új színek és formák. Akkor jött Olga. A szőkesége szinte világított, mintha a tavaszi égről röppent volna le egy boticelli látomás, karcsún és átszellemülten. Két férfi kísérte. Egy idősebb úr és egy fiatal dendi. Unottak voltak és fölényesek az urak, csak az aktok előtt álltak hosszabb ideig és a modell formáiban gyönyörködtek. Már messziről láttam, mikor az én képeim felé közeledtek. A szívem vadul vert. Én még sohasem láttam Olgát. Sejtelmem sem volt, hogy kicsoda. De szinte babonás makacsággal akartam, hogy álljon meg képeim előtt, vegye észre azokat. A két férfi közömbösen fordította el a fejét, és már tovább akartak menni. De Olga talán megérezte a feléje küldött vad kívánságomat, érdeklődve állt meg. Nagyon érdekes, egészen újszerű kompozíciók különösen ez a zöld ruhás asszony. Igen, tehetséges ember festhette. Hogy is hívják? És lapozni kezdte a katalógust. Ugyan Olga, mit néz ezen a zavaros mázolmányon? Mondta türelmetlenül a fiatalabb férfi. Legszívesebben rávetettem volna magamat, hogy megfojtsam. Ó, mennyire gyűlöltem! De Olga kikereste a kép számát, és azt mondta. Ternyei Tibor, erről az emberről még beszélni fognak. Azután tovább mentek. Bennem új ritmussal kezdett keringeni a vér. Soha nem éreztem még mámorosabb boldogságot. A kiállítás igazgatójától, aki hajlongva búcsúzott el tőlük, megkérdeztem, hogy kik voltak a látogatók. Megmondta. Hidvégi László kormányfőtanácsos, gyáros, a leánya és bánki jenő bankár. Olga vőlegénye. Később megnéztem a telefonkönyvben Olga címét. Lipótkörút 21. Mint egy megbűvölt járok a Lipótkörúti ház körül. A kapu alatt lévő táblát elolvastam, tudom, fent laknak az első emeleten. Hat óra tájban érkezett haza Olga. Lassú léptekkel jött a berlini tér felől. Már messziről észrevettem. A férfiak utána fordultak. Utálatos faunarccal nézegették a bokáját, nagyszerű karcsúságát, gondolatban levetkőztették és nem vették észre, hogy az utca fájdalommal telik meg, amely belőlem árad, elönti a csillogó kirakatokat, elhomályosítja fényüket és megmarkolja a város vidáman zakatoló szívét. Fent kigyullad egy első emeleti szoba ablaka vörös sejem tapéták, stukkós mennyezet, falba illesztett, aranyozott karos gyertyák. Hány méternyire lehet most tőlem, Olga? 150. 200. Együgyű játék. Éppen olyan áthidalhatatlan távolság, mintha csak a Holdról vagy a Vénusz csillagról lenne szó. Megfordulok és szinte zsibbat lélekkel megyek a műtermem felé. József városi özönbíz előtti bérház. Proletárszag, vakolat hullatta a falak. Manzárt szoba. Lídia már mérgesen várt. A házmestertől elkérte a műterem kulcsát. Mindig ott hagyom, ha modellt várok, mert sajnos nem vagyok megbízható ember. Megkésem, sőt akárhányszor teljesen elfelejtem, hogy dolgozni akarok. Mi újság? Kérdezte Lídia. Mit írtak rólad az újságok? Eladtad már legalább az egyik képet. Szinte hülyén néztem rá. Á, persze, hiszen nekem ezzel kellene törődnöm. És mindenről teljesen megfeledkeztem. Csak olgára tudtam gondolni. És most nyomban szakítok Lídiával, megmondom, hogy semmi közünk egymáshoz kedvesem, mondtam, azt hiszem, egyáltalában nem fogok többé festeni. Majd beajánlak valamelyik barátomhoz. Nekem nem lesz többé modellre szükségem. Lídia úgy nézett rám, mint aki azt kémleli, elmente az eszem. Megőrültél, fiacskám? Kérdezte harciasan. Kidobsz? Azt hiszed, ez olyan egyszerűen megy. Ki az új ideálod? vigyázz, mert kikaparom a szemét. Fagyos rémület fut át rajtam. Szörnyűség. Ez a durva kis ősállat képes volna habozás nélkül megtámadni és inzultálni Olgát. Iszonyú még gondolatnak is. Lehetetlen menekülnöm a fertőből, ahová zuhantam. Lídia látja, milyen lesújtva állok és rávereget a vállamra. Ne lógasd az orrodat! Úgy látszik, egy kicsit elvesztetted a tehetségedet. Majd felfrissítlek egy kicsit. Új modellt szereztem neked. Egy régi barátnőmet. Fél hétre jön ide. Mert ezek után mondani, hogy nem vagyok megértő és deréklány. Róla talán különb képeket fogsz festeni, mint rólam. Fél hétkor csak ugyan kopogtak. Feltűnően csinos és igen jól öltözött fekete lány lépett be. Meglepetten nézek rá. Modellek között nem igen láttam még ilyen finom jelenséget. A barátnőm, Bözsi. Mutatja belédia. Még sohasem volt modell, és most sem szorult rá. Több pénze van, mint kettünknek együtt, ami persze még mindig igen kevés lenne. Bözsi a tőkepénzesek közé tartozik. Egy titokzatos herceg támogatja. Délelőttönként szabad vagyok. Mondja Bözsi. De előre megmondom, aktot nem állok. Csak a fejemet szabad festeni el. Nagyon szép lány. És jól ápolt. Később egy óvatlan percben Lídia megsúgja. Szobalány volt egy gazdag lipót városi gyárosnál. Valami hidvéginél onnan szöktette meg a család egyik előkelő vendége. Mintha fejbe vágtak volna. Remegek egész testemben. Úgy bámulom Bözsit, mint egy eleven csodát. Irigylem. Boldog nő. Ott élhetett Olga közelében. Láthatta a nap minden órájában. Ágyához vitte a reggelit. Elkészítette a fürdőjét. A szívem majd nem szétpattan szeretnék könyörögni, hogy meséljen Olgáról. Alig várom, hogy kettesben legyek vele. Második fejezet. Délelőtt tíz órakor Bözsi pontosan megérkezett. Ezúttal fehér sportruhácskát hordott. Egészen bizonyos, hogy Olgáé volt valamikor. Pompás parfümje is gyanús. Olga asztaláról lophatta. Már felvázoltam a kompozíciót színes ablakfüggönyök mögött kereveten álmodozó, zöldes szemű nő. Az lesz a címe, lesben álló macska. A hangomat közömbössé igyekszem tenni. Tulajdonképpen miért álmodelt, mikor nem szorul rá? Kérdezem. Vállatfon. Az embernek el kell valamivel töltenie a napját. És a művészek olyan kedves fiúk. Az ember mindig hal remek tréfákat. És a vőlegénye. Csak ritkán szabad. Többnyire délután. Lídia elárulta, hogy maga hidvégéknél volt. Mondja, micsoda lány az az Olga. Bözsi legyint. Bolond. Miért mondja ezt? Teli van az mindenféle hisztériával, ahogyan az apja is mondja. Egyszer rájön a muzsikálás, és két napig fel sem áll a zongora mellől máskor a könyv ki rajta és átolvassa az éjszakákat. Azután hirtelen szobrászathoz kezdést telemázolja a gipszel, meg agyaggal a szobáját. Nem fér a bőrébe. Túl jól megy a dolga. Azt hiszem, maga sem tudja, hogy mit akar. Nagyon szép lány. Ismerem látásból. Úgy hallottam, most vőlegénye is van. A torkom elszorult. Megfordultam, mintha az ecseteket mosogatnám, hogy Bözsi ne vegye észre felindulásomat. Hát igen, van neki. Mondja Bözsi kelletlenül. Érzem, hogy gyűlöli és irigyli olgát. Szeretik egymást. Rajta csípte őket sokszor, mikor csókolóztak. Ilyen buta kérdésekkel gyötröm magamat. Bözsi nevet. De nagyon kíváncsi. Talán féltékeny. Én? Hiszen még nem is beszéltem vele. Csak láttam néhányszor. Mondja, hogyan lehet az, hogy ahol ilyen gyönyörű a házi kisasszony, a szobalányt szöktetik meg. Bözsi sértődötten ugrik fel. Sértegetni akar? Akkor mindjárt itt hagyom. Bocsánat, Bözi kém, de hogy akarom megbántani. Csak kíváncsi vagyok, ki az a szerencsés kópé, akinek így elcsavarta a fejét. Bizonyára az idősebb korosztály. Hidvégi papa valamelyik barátja, aki feljár bridzselni és maga, miközben mellé helyezte a fekete kávét bizonyára, egy kicsit meglegyintette a szoknyája szélével, egy kicsit talán a könyökével is hozzáért. Azután apró flört az előszobában. Bözsi huncutul nevet. No, nem éppen így történt. Hanem. Ehhez semmi köze. Akar festeni, vagy nem? Persze, hogy akarok. Tudja, mire gondolok? Milyen érdekes volna, ha ezt a képet éppen hidvégi Olga vásárolná meg és kép alakjában kerülne vissza oda, ahonnan eleve nem megszökött. Bözsi gúnyosan mosolyog. No, erről ne álmodozzon. Olga kisasszony alig ha fogja megvenni ezt a képet. Tegnap bezárták a kiállítást. Egyik képemet sem vették meg. Mint hogy nem volt pénzem hordára, magam kaptam hónom alá a két képet és vittem hazafelé. Jobb kezemben szorongattam a zöld ruhás nőt. Becsületemre állítom, hogy a kép valami rejtélyes életre támadt. Meleget éreztem belőle áramlani. Különös hangulatokat oldott fel bennem ez a meleg, amely hasonlított a nadzási hóborthoz. Volt benne némi boldog szédület is és fellengőség. Semmit sem tartottam lehetetlennek. És minden oké nélkül igen gazdagnak éreztem magamat. Nagyúrnak, aki ajándékozhat. Igen, én most elmegyek a Lipót körút 21 számú házba és Olgának adom a Zöld Ruhás Asszony című képemet, amely megnyerte legmagasabb tetszését. Kisasszony, önnek tetszett a képem. Boldog vagyok, hogy önnek adhatom. Nem, ezt mégsem tehetem. Nem állhatok eléje ilyen kopottan, rojtos nadrágban és foltos kabátban. Majd a házmesternek adom és megkérem, adja át hidvégi Olga kisasszonynak. Micsoda szemeket fog mereszteni Olga? Képzelem, mennyire fogja törni a fejét, hogy kiküldhette. Este bánkinak fogja megköszönni. Őt fogja gyanúsítani bekémleltem a kapun, hogy nem jön-e Olga véletlenül éppen lefelé a lépcsőn. Csak akkor mertem bemenni a házmesteri fülkébe. Átadtam a képet. A házmester kisé bámult, hogy miért dadogok. És szinte rohantam kifelé. A kapuban szinte beleütköztem Olgába, aki éppen akkor jött haza. Szemében csodálkozás villant. Szinte éjesz nélkül menekültem. Még a szomszéd utcában is futottam. Néhány nap óta új foglalkozásom van. Árnyék lettem. Olga árnyéka. Eladtam a szobrot, melyet három év előtt velencében vásároltam néhány líráért, és melyről kitűnt, hogy egészen értékes kis műalkotás, kaptam érte hatvan pengőt. Ez legalább két hétre biztosítja függetlenségemet. Bözsinek megmondtam, hogy a festés szünetel. Már tudom, hogy Olga a nap melyik órájában merre szokott járni. Melyik a kedvenc cukrászdája, hány órakor bukkam fel a korzón, mikor megy a ligetbe, kik a kedvenc barátnői. Csak egészen messziről gyönyörködöm benne, de azért már többször váratlanul szembe került velem. Ilyenkor igyekszem közömbös arcot vágni, elfordítom a fejemet. Néha nevetnem kell, hogy neki sejtelme sincsen a kettőnk között fennálló bizalmas barátságról, hogy már ajándékot is kapott tőlem. Bánki majdnem mindig ott sétál mellette, arcán örökös, szinte megmerevült mosoly. Olga szinte túl komolynak tűnik fel mellette. Minden idegszálammal érzem, nem szereti a vőlegényét. Tegnap délelőtt Olga egyedül sétált ki a ligetbe. A műcsarnok előtti napsugaras virágos kertben ült egy padra, de nem a magával hozott könyvet olvasta, hanem a szökőkútban gyönyörködött, amely gyémántokat szórt a magasba és a virágok szinte égtek tavaszi frissességükben a márvány medence körül. Én elővettem vázlatkönyvemet, és a fák mögül kilesve próbáltam megfogni ezt a nagyszerű pillanatot, melyben a tavasz minden varázsa zengette. Egy kéz nehezült vállamra. Szervusz Tibi, mit csinálsz? Kádár volt, régi barátom. A vázlatkönyvben benézett és röhögött. Jó kép, ezt a kis tyúkot jól megfogtad. De én inkább barátságot kötnék vele. Megőrültél? Kérdeztem felháborodva. Kádár megrökönyödve néz rám. Ez egy úri lány. Mondtam erélyesen. Kádár nyilván azt hiszi, hogy megőrültem. És ha úri lány? Mondja elképedve. Akkor sem szentség. Most már azért is megismerkedem bele. És mielőtt megakadályozhattam volna, elindult Olga felé. Bennem meghűlt a vér. A gazember Olgához lépett és megemelte kalapját. Nem hallottam, hogy micsoda banális szavakat mondott, csak Olga haragosan megvillanó szemét láttam. A szívem is megszűnt dobogni a rémülettől. Olga nem kádárra nézett, hanem rám. Felém küldte a megvetését. Felhördültem. Szinte eszemet veszítve rohantam kádárhoz. Olga már tovább ment. Megfogtam és megráztam a gazembert. Leütlek te kutya! Kádár dadog, szédül meglepetésében. Te őrült? Mondja rémülten. Olga megfordult. Még látja, hogy milyen önkívületben rázom Kádárt. Mintha mosolygott volna. Harmadik fejezet. Délutára újra magamhoz rendeltem Bözsit. Elhatároztam, hogy folytatom a megkezdett képet. Bözsi helyett azonban egy küldönc állított belevéllel. Kedves ternyeikém! Ma délután lehetetlen jönnöm. Az igazat nem írhatom meg, hogy mi akadályoz, a hazugságot pedig még nem találtam ki, de holnapra feltétlenül kielégítő és megnyugtató magyarázattal fogok szolgálni. Ugye, nem haragszik? Viszont látásig. Bözsi. Haragosan dobtam félre a levelet. Éppen ma nagyszerűen tudtam volna dolgozni. Az ilyen kedvező hangulat nem tér mindig vissza. Kedvtelenül indultam elcsavarogni, és találomra róttam az utcákat. Lassanként besötétedett. Lámpák gyulladtak ki. A Bujovszki utca sarkán majdnem elgázolt egy autó. Még ideje korán félreugrottam. Az elegáns bérpalota előtt hirtelen lestoppolt az autó. Csak egy villanás, amint egy fiatal pár surran ki belőle. De a szemem valósággal felissza ezt a képet. Könnyű élességgel ismerem fel őket. Bánki Jenő és Bösi. Ott állok a ház előtt, és úgy érzem, hogy valami rettenetes gyalázat történt velem. Engem csaltak meg, az én szégyenem ez a titkos találka. A dűj forr bennem. Íme ez az elegáns gavallérnak, a nagyszerű partinak a valódi fényképe. Milyen ember mellett vagyok, én lecsúszott, züllött senki. A földszinten nagy zajjal gördül két ablak elé a vasedőny, a pántok között átszűrődik a felgyújtott fény. Bent az asztalon bizonyára Tea és édességek. Bösi legalább szakszerűen szolgálhatja ki kedvesét. A nyomorultak most egymás nyakába borulnak és megcsúfolják Olgát. Bánki úr nyájas szavakat duruzsol Bözsi fülébe, szenvedélyesen csókolja, azután megfésülködik, újra elegánsan megköti nyakkendőjét, visszaül autójába és kiadja a szofőrnek a rendeletet, Lipót körút 21 a vacsoránál már előzékenyen és mosolyogva fog Olgának udvarolni, fölényesen és a biztos győzelem nyugalmával. Fogamat csikorgatom dühömben. Ez a csirkefogó, aki így meggyalázza Olgát, engem aláz meg a fölényességével, engem, aki úgy imádom Olgát, hogy talán egy szót sem tudnék szólni zavaromban, ha véletlenül megszólítana. Vér önti el agyamat. Fekete-vörös vérhullámokban tódulnak a gondolataim. Az ősember veszett haragja feszül ereimben. Berohanok a kapun. Az előszoba csengője brutálisan és élesemberreg ujjaim nyomása alatt. Senki sem jelentkezik. Most már öklömmel verem az ajtót. A szomszéd lakásokban kíváncsi cselédek kezdenek fülelni. Végre lépteket hallok. Bánki ingerült hangon kérdezi. Ki az? Mit akar? Nyisson ajtót, beszélnem kell önnel ha nem mondja meg, hogy kicsoda és micsoda, akkor hordja el magát. Én pedig ajánlom, ha nem akar botrányt, úgy már is bocsásson be. Az ajtó üvegkémlelőjukán keresztül észrevehette, hogy a lépcsőházban már figyelik a botrányt. A házbeliek tudják, hogy a földszint első szám legény lakás. Azt hiszik, a feleségét éritetten egy felszarvazott úr. Elszörnyedve és izgatottan súgnak össze. Bánki érezte, hogy kelepcébe esett. Dühösen nyitott ajtót. Az előszobában álltunk szemben egymással, ott folyt le ez a doktormai párbeszéd. Beszéljen! Mordult rám. Csak meg akartam állapítani, hogy ön a szeretőjével van együtt. Mi köze van ehhez? Engem az ön menyasszonya, hidvégi Olga kisasszony bízott meg, hogy figyeljem meg önt és nyomozzam ki bizalmas viszonyait. Banki iménti hegykesége egyszerre szétfoszlott. Hangja remegett, alig tudott megszólalni az izgalomtól. Ön magándetektív. Hebekte. Igen, az vagyok. Ettől egészen elvesztette lélek jelenlétét. Könyörgő, szánalmas fickó lett. Kérem, uram, ne csináljon botrányt. Költségeinek dupláját fizetem meg, ha diszkrét marad. Egyébként is félreérti a helyzetet. Ez egy úgynevezett búcsú találkozás. Ne uram! Mindent tudok! Ön a menyasszonya volt szobalányával él együtt már hetek óta. A nyomorult elsápadt. Ugyan kérem, próbálta a helyzetet menteni, ön is férfi, megértheti az ilyen jelentéktelen kalandot. Én szeretem a mennyasszonyomat, és senkinek sem érdeke, hogy önbotrányt pattancon ki. Ismétlem, nagyon hálás lennék, ha napirendre térnénk az egész ügy felett. Téved, uram! Engem nem lehet megvesztegetni. Ügyfelem megbízott, hogy amennyiben önt valóban tetten érem, úgy nevében kérjem meg, hogy többé ne tegye belábát a lakásukba, és Olga kisasszonyt ne is köszöntse többé. Bánki homlokát kiverte a verejték. Lehetetlen. Hörögte, ez szörnyű. Szívem vad örömtől újongott. De rideg közönyt tettetve köszöntem. Ezt jegyezze meg, kérem. Volt szerencsém. Megfordultam és faképnél hagytam. Az utcán úgy kacagtam, mint egy őrült. Ezeknek a pásztoróráját alaposan elrontottam otthon a házmesterem levelet nyújtott át. Inas hoztam ma délután. Női írás. Elegáns boríték. Sejtelmem sincsen, hogy kiküldhette. Még a kapu alatt elolvastam. Milyen tisztelt művész úr! Szíveskedjék értesíteni, hogy mikor kereshetem fel műtermében. Az arcképemet szeretném önnel megfestetni. Kiváló tisztelettel! Hidvégi Olga. Köröttem minden táncol. Mintha az egész világ megrészegedett volna. Az egekig dob fel a boldogság. De azután kezdek lassanként kiózanodni. Nem, ez lehetetlen. Olga sohasem jöhet fel hozzám. Ő persze azt hiszi, hogy rendes műtermem van. El sem tudja képzelni, hogy micsoda nyomorult padlásszobában tengődöm az ötödik emeleten, ahová gyalog kell felkapaszkodni, mert még lift sincsen az ötven év előtt épült rozoga bérházban. A bútorom, néhány szedetvedett ócskaság, pokróccal lefödött vaságy, vasbádog mosdóasztal. Isten őriz, hogy ide jöjjön. Talán, ha a barátaimtól koldulnék összekölcsönbe néhány használható bútordarabot és szőnyeget. Ruhát is vehetnék kölcsön. Nem, nem. A csalás előbb-utóbb kiderülne. Írni fogok neki. Arra kérem, hogy a lakásán festeszem le. Hogy a portré akkor a legjobb és legfestelenebb, ha a modellt megszokott környezetében helyezzük el. Remektem az izgalomtól. Úgy döntöttem, hogy majd másnap délelőtt írom meg a levelet. Nem szabad túl mohónak lennem. Ez nagyon szegény szagú és rossz benyomást tesz. És most nem is találnám meg a kellő szavakat. Nagyon is bennem él még a délután minden szenzációjal. Úgy látszik, forduló előtt áll az életem. Valami történni fog. Minden idegszállammal érzem, hogy rendkívüli események küszöbén állok. Az ócska tükröm elé állva bámulom magam. Sovány arcomat, kopott ruhámat. Feltámadhat még az ilyen ember. Szabad csodában hinnem. Egész éjszaka gondolkoztam ezen, de nem mertem válaszolni. Az édesanyámra gondoltam és Júci húgomra. A drága két lélekre, akik ott élnek messze a kisfalusi birtokon és azt hiszik, hogy nekem jó dolgom van a fővárosban, keresett, divatos festő vagyok. Nekik sohasem merném bevallani kudarcomat és letörésemet drága jó anyám! Mennyit sírt, könyörgött, hogy ne legyek művész. Ott van a kisföldünk, menjek haza gazdálkodni. Ő is özvegy, a Juci még lány. Kellene férfi. De engem visszatartott valami ősi átok. Két éve nem voltam otthon. Csak leveleket küldünk egymásnak. Anyám azt kérdezte utolsó levelében, hogy nem gondolok enősülésre. Ha asszont akarsz, fiam, írta a nemes lélek, gyere haza és válasz az itteni lányok közül. Mert én azt akarom, hogy egyszer, ha elfáradsz, mégiscsak itthon pihenj meg. Fővárosi lány pedig sohasem érezné jól magát a mi kis falunkban. Mit szólna édesanyám Olgához? Tetszene neki? Ó, micsoda bizar, ostoba álom! Reggel kábultan ébredtem. A pillantásom a festőállványomra esett, melyre még az este egy új vásznat feszítettem. Erre kellene Olga arcképét festenem. És ahogyan szemben állok a fehér vászonnal, nagyszerű látomásom támadt. A vászon színekkel telik meg, és megrendülve látom, hogy rajzolódik ki életem legnagyszerűbb alkotása az a halhatatlan kép, amelynek megalkotásáért születtem, amely valamelyik múzeumban fogja örök időkre hirdetni Olga szépségét. Minden nagy festő megörökítette a nőt, aki életének nagy, forró lángolása volt, aki új színeket varázsolt palettájára, és a szépség örök hirdetője lett a századok végtelenjében. Ha most itt állna Olga és ebben a szinte eszméletlen ifletben kezdhetném festeni. Csodálatos lenne a kép. Végre eleven életre támadna bennem minden eddig visszafojtott, aléltem pihenő tehetségem. Ó, ha most kiszórhatnám lelkem brokátját, az érzéseim színes sejmeit. Úgy fogadhatnám, mint egy király kisasszonyt. Majdnem szétfeszít a bennem forró rengeteg hangulat és munkavágy. Valamit tennem kell. Még soha élelemben nem írtam verset és most valami rejtélyes kényszer odaültet az asztalom elé. És kép helyett betűket rajzolok az előttem fekvő rajzpapírra. A láthatatlant akarom festeni. Képedet, mely úgy röpült ide. Mint a nap egyik letépet sugara. És a fény, a láng szétterült a vásznon. S mi alatt képpé formált a kezem. A szívem hozzá himnuszt muzsikált. Ki festette már le a szerelmet? Ki tudja színét vágynak, szenvedélynek? És el nem csókolt álomcsókoknak. Olgám, imádlak! Ha most festenélek. Imádság lenne képem, saki Térdecs látná. Térdet s fejet hajtana előtte. És áldozatul, mint egy őső istennek. Felajánlaná kigyulladt szívét. Hangosan, szavalva olvasom fel a verset a szavam remeg és tele van hívó fájdalommal. Madarak hívják így párjukat tavasszal az erdők mélyén. Olyan hevesen és nagyon kívánom, hogy jöjjön, hogy meg sem lepődnék, ha kinyílna az az ajtó és belépne. Azután lassan elhambad bennem ez a furcsa tűz. Józanodom és látom, hogyan szürkül, kopik, rongyolódik minden ismét körülöttem. Már megint visszazuhantam a földre. A tekintetem Olga levelére esik. Válaszolnom kellene. De még mindig nem merek. Csupa félelem, gyávaság vagyok. Honnan tudja Olga a címemet, miért éppen velem akarja magát lefestetni? Nyilvánvaló, hogy sejti, én küldtem neki a zöld ruhás asszonyt, és így akarja figyelmességemet viszonozni. Biztosan a kiállítás igazgatóságánál megmondták a címemet. Vajon bánki írte Olgának? Vagy telefonált neki? Miféle mentséget dadoghatott? Hangosan felnevettem. Remek komédia. Olgának fogalma sem lehetett, hogy miről beszél Bánki. Azután Bánki ráeszmél arra, hogy becsaptam. Isteni színjáték. De most mégis válaszolni kellene a levélre. Nem -e majd délután. Az ilyen életbe vágóan fontos dolgokat nem szabad elsietni. Most sétálni megyek. Egy kissé megtelítem magamat napfényjel. A korzó felé vettem utamat. Mostanában Olga minden délben idejött. Egy hirdető oszlop mellé álltam és vártam. Szentek várhatták ilyen áhítattal látomásaikat. Sokáig álltam így, a korzótarka, színes képe szinte egyetlen képpé mosódott össze kifáradt, élesen kutató szemem előtt. És ekkor egyszerre mellettem ment els rám nézett. Olyan váratlan volt ez a találkozás, hogy teljesen elvesztettem hidegvéremet. Lekaptam a kalapomat és köszöntem. Olga abban a pillanatban megállt és mosolyogva mondta. Jó napot, ternyei! hiszen mi régi ismerősök vagyunk. Írtam magának tegnap. A meglepetéstől szinte sóbáványá változtam. Hogyan hebegtem, ön ismer, tudja, hogy ki vagyok. Édesen mosolyog. Hogy hiszen éppen elég gyakran találkoztunk. Sőt, egyszer lovagiasan meg is védett. Figyelmes ajándékáról nem is szólva. Éreztem, milyen szánalmasan együgyű helyzetbe kerültem. Elpirultam. Most ki nevet? Mondtam és majdnem elsüllyedtem zavaromban. Elragadó kedvességgel siet a segítségemre. Ön úgy viselkedik, mint egy érzékeny lelkű valódi művész. És én éppen ezt találom rokonszenvesnek. Vannak szavak, melyek egyszerre titkos zsilipeket nyitnak lelkünkben és ékeszólóvá teszik a dadogót is. Kisasszony, mondtam és éreztem, hogyan nyílok ki a szavak forrózó hatagában, nem tudok hazudni, hiszen úgy is tudja, hónapok óta járok maga után alázatosan és rajongva, és mindazt, ami még bennem tiszta és érintetlen művészet, hit és rajongás, maga köré csoportosítottam. Én kisiklott, álmokat vesztett ember vagyok, aki már csak néhány illúzió őrzök a szívemben. Ezeket a ragyogó aranyszálakat aggattam magára sohasem fogom lefesteni. Megérti ezt? Nem szabad valóságot keresnem abban, ami számomra imádság és eltékozolt művészetem egyetlen szép vágyáma. Kérem, bocsássa meg, hogy mindezt most az első pillanatban elmondtam. De nekem ez a találkozás a csodát jelenti, és nem tudtam volna közönösséget színlelni, mikor ennyire meg vagyok rendülve. Olga kezét nyújtotta a hangja meghatottan csengett. Köszönöm, barátom. Egy pillanatig ajkamhoz szorítottam a kezét és nagy, tiszta, boldogság virágzott ki bennem. Egy durva kéz ragadott meg hirtelen és dühös erővel taszított félre. A meglepetés első pillanatában csak ködökön keresztül láttam az eltorzult, ördögi arcot. Eltartott néhány másodpercig, amíg felismertem, bánki jenő. Pimasz! Hördül belőle a gyilkos harag, hogy mert ide tolakodni. Olga, aki nem sejti, hogy milyen események előzték meg az orv támadást, felsikolt. Az Isten szerelmére. Mi történt? Mi csoda botrányt rendez a nyílt korzón? Már akkor felocsuttam kábulatomból s teljes erővel arcolvágtam bánkit rettenetes, sorsot bosszuló pofon volt, évek igazságtalanságát toroltam meg vele. A nyomorult megtántorodott, kalapja leröpült, a monokli kiesett szeméből és darabokra tört. Felordított és rám vetette magát. Veszeddűvel váltuk egymásba ujjainkat, a korzón óriási ribillió támadt. Ilyett és megbotránkozott emberek verődtek össze, a korzó törzs vendégei, akik mindenkit ismernek és néhány pillanat múlva már izzó szenzációként röppent fel a legújabb pikáns plegyka, hidvégi olga vőlegénye összepofoszkodott egy férfival, akivel a mennyasszonya sétált. A véletlen folytán nekem is akadt egy ismerősöm a tömegben. Most már villámgyorsan adják tovább a hiteles adatot, bánki féltékeny ternyei festőművészre. Rendőr érkezik. Erélyes mozdulattal szétválaszt bennünket. Szánalmas látványt nyújtunk. Mindkettőnk orrán, száján folyik a vér ingünk, nyakkendőnk rondját épve. Hajunk gyalázatosan összekuszálva. Igazolják magukat! Egy fényképező masinakattog. Egy élelmes fotóriporter megörökítette az épületes jelenetet, és már rohan bele valamelyik szerkesztőségbe. A pillantásom olgát keresi. Bocsánatot szeretnék kérni, mentséget dadogni. Úgy érzem, összedőlt köröttem a világ. Az agyam zúg. Fel sem tudom fogni a rémséget, ami hirtelen rám szakadt. Csak azt éreztem, hogy ami történt, rettenetesen érintheti olgát. A tömegben kíváncsi mozgás, kérdezősködés. Hallom, hogy valaki kérdezi. Hol van a nő? Valaki azt válaszolja, az előbb lógott meg egy autótaxin. Negyedik fejezet. A délutáni lapok kövérre híztak a pompás csemegétől. Már a címlapokon harsogták a plakátbetűk, pofoszkodás a korzón. Óriási botrány a Dunaparton és a kiszínezett riportokban pontos beszámoló Bánki Jenő az ismert bankárvéres ökölharcot vívott ternyei festővel. A nem mindennapi botrány központjában egy szőkepesti szépség, H. Olga áll a fiatal hölgy az utóbbi időben feltűnő kedvességgel tüntette ki a festőművészt és a féltékenyvő legény hasztalan tiltakozott ez ellen. Ma délelőtt Bánki a korzón ismét együtt látta mennyasszonyát vetétársával, és ez annyira felizgatta, hogy ternyeit tetleg bántalmazta, aki a nem várt támadást nyomban viszonozta. Munkatársunk fent járt a mennyasszony lakásán, ahol azonban minden felvilágosítást megtagadtak. Úgy halljuk, hogy az ifjú hölgy édesatjával hosszabb időre külföldre szándékozik utazni pénzügyi és kereskedelmi körökben az eset rendkívüli feltűnést keltett, mert szereplői ismert tagjai a pesti előkelő társaságoknak. Ha száz esztendőn keresztül csupa remek művel ejtettem volna ámulatba a világot, nem írtak volna rólam annyit az újságok, mint ennek a szörnyű esetnek kapcsán s nem emlegették volna olyan sűrűn a nevemet. A riporterek egymást igyekeztek felülmúlni rám vonatkozó, újukból szopott adatokkal, amelyeknek egyetlen célja az volt, hogy személyemet minél érdekesebbé tegyék. Regényes részleteket írtak külföldi tanulmányútjaimról, kivételes tehetségemről és ravasz célzásokat tettek szerelmi kalandjaimra, a milliómos kisasszonyhoz fűződő gyengét barátságomra, akik, mint mondják, gyakran fordult meg műtermemben, ahol rajzórákat vett. Az én csendes, szűzi, hófehér szerelmem most ott feküdt kiterítve az aszfalton, mindenki taposhat rajta, bemocskolhatja. És oda sem mehetek Olgához, nem kérhetek tőle bocsánatot, nem hallhatok meg lábai előtt, nem moshatom le róla véremmel a ráfecskendezett sarat, hogy legalább megrendítő tragédiává változtassam ezt a gyűlöletes, silány komédiát tehetetlenül fekszem elnyűt pamlagomon, az utcáról felhangzik a rikkancsok üvöltése, az én halotti dalom, fiatalságom, szerelmem temetése. Türelmetlen idegességgel zörgetnek ajtómon. Fásult vagyok. Annyi erőm sincsen, hogy megmozduljak. De most még erőszakosabban, sürgetőbben kopognak, és egy hang szinte durván kiáltja. Nyissa már ki, kérem. Férfi hang, talán detektív. Még szenvedni sem hagynak békében. Betörnek a fájdalom magányosságába. Belerikoltanak a sírás szent harmóniáiba. Felállok és ajtót nyitok. A küszöbön feldúlt, rendetlen öltözetű úr. Magára kapkodott mellénye begombolatlan, nyakkendője félrecsúszott, egész testében remeg. Első pillantásra meg sem ismerem. Csak mikor bemutatkozik, rezzenek fel ilyetten. Hidvégi vagyok. Mielőtt még magamhoz térhetnék dermet meglepetésemből már szinte hadarva mondja. Uram, beszéljen, mi történt voltak éppen? Mióta ismeri a lányomat? Miért tett szerencsét lenni bennünket? Körülnéz, szemeriattam fedezi fel a padlásszoba nyomorúságát, melytől még nagyobbra nő a kétségbeesése egy székre roskad, az arcát tenyerébe temeti. Rettenetes. Nyögi és ezt megismétli néhányszor. Azután egyszerre indulatosan ugrik fel. Ön nem tudja, hogy mit tett velünk. Banki bankháza és az én vállalatom között a legszorosabb üzleti kapcsolat áll fenn, amelyet semmi szín alatt sem szabad megzavarni. És ez az eset most mindent felboríthat. Mit akar a lányomtól? Mit remél? Megőrült ön. Azt hiszi, hogy valaha is megengedném, hogy az ön felesége legyen. Inkább a halál. Érti? Inkább őt is, magamat is megölném. A szeme vad gyűlölettel lobog. Végre szóhoz juthatok. Uram, mondom nyugalmat erőltetve, becsület szavamra jelentem ki, hogy a lányával ma délelőtt beszéltem először életemben szinte megkövülten, óriási csodálkozással néz rám. De hát akkor mit akart magától bánki? Hát megmondom önnek. Nem árt, ha megtudja, hogy ki az a hitvány alak, akihez ennyi lelkesedéssel akarja feleségül adni a leányát. Ez a nyomorult fráter azért gyűlöl engem, mert ismerem aljas titkát. Tetten értem, mikor az önök volt szobalányával, Bözsivel szeretkezett. És most így akart elnémítani, hogy ne leplezzem lemenyasszonya előtt. Hidvégi sápadtam merett rám. Mondja, kérdezte izgatottan, szólt ön már erről a lányomnak. Nem szóltam. Hidvégi megkönnyebbülten sóhajtott fel. Hála az égnek. Meg kell ígérnie, hogy továbbra is hallgatni fog. Három ember boldogsága függ ettől. Végtelenül hálás leszek, ha ezt megígéri. Szeme ismét körülfutott a szobámon, mintha újra meg akarná magát nyugtatni, hogy csak ugyan pénztelen koldussal tárgyal. Felfort a vérem, kezem ökölbe szorult. Hogy mer így beszélni velem? Minek néz engem? Pénzre van szüksége és eladja egy csirkefogónak a lányát, nekem pedig pénzt kínál a diszkréciómért, hogy azután abban a hitben távozzon innen, hogy ön a korrekt apa és gentleman, én pedig a lepénzelt gazember vagyok. Hát téved, uram, rossz helyre intézte kérelmét. Gyáva meghunyászkodással sietett visszavonulni. Kérem, ne haragudjon, dadogta, nem akartam önt megsérteni. Félreért. Nézze, uram, beszéljünk nyíltan szeretem a lányát, akár tetszik ez önnek, akár nem. És csak a lánya érdeke szent előttem, önnel nem törődöm. Gyűlölöm önt aljas cinkosával együtt, s ezt nyugodtan szemébe mondom ebben a rongyos, penészagú padlásszobában, mert úgy látszik, hogy a szegénység néha sokkal nagyobb függetlenséget ad, mint a pénz. Nincs igaza, fiatalember. Ön a látszat után felületesen ítél. Olga szereti bánkit. Istenem, mondjuk, hogy bánkinak csak ugyan volt szeretője. Fiatalember, ha megnősül, kitűnő féri lehet azért belőle. Ha ön csak ugyan szívén hordja lányom sorsát, úgy az egyetlen helyes dolog, ha nem áll az útjába. Holnap reggel néhány hétre külföldre utazom vele, amíg ennek a kínos ügynek a hullámai elsimulnak és önnek meg bánkinak addig mindent el kell rendezniük, ne felejtse, kérem, egy úrilány becsületéről van szó. Végtelen utálat fog el a képmutató fráter szemforgató beszédének hallatára. Szinte gorombán szakítom félbe. Felesleges oktatnia, uram. Kettőnk közül alig, ha nem én viselem inkább szívemen a lánya ügyét. Nyugodtan távozhat. Tőlem nem kell félteni el zavartan gyűri ujjai között puha kalapját, és a küszöbről még visszaszól. Bízom abban, hogy nem csinál semmiféle őrültséget. Higgye el, nekem is nagyon kellemetlen volna, ha ön ellen esetleg rendőri segítséget kellene kérnem. Megvetően mérem végig. Ostoba fráter. Így akar megfélemlíteni. Szívemben mélységes szánalmat érzek. Most nyílnak ki szemeim s ilyetten döbbenek rá, ilyen pokolban él Olga. Most hozzá kellene rohannom és elragadni, elvinni a messzire, nagyon messzire. Emlékemben virágos rétek színfoltjai bontakoznak ki, édes, illatos levegőt szívok és harangszót kongat felém az alkonyi szellő. Falum vagyok, a kácos erdőben. Hogyan élhettem eddig a városban? most rémül fel bennem az iszonyat, el innen. Vissza, a falura. A tisztaságba. Két úr nyitja rám az ajtót. Ternyei Tibor festőművészhez van szerencsénk. Én vagyok. Banki Jenő úr megbízásából jöttünk. A felünk lovagias elégtételt kér a ma délelőtt történtekért. Szíveskedjék megnevezni segédeit. Ja persze. Én bizony erre nem is gondoltam. Hiába, nem vagyok kifogástalan gavallér. Még hálával kell gondolnom bánkira, amiért legalább ő nem felejtette el, hogy mivel tartozunk a becsületnek. A segédeim. Hogyne, azonnal megnevezem őket. És bemondtam két festő kollégám címét. A két úr udvariasan köszönt és távozott. Tehát párbajozni fogok. Kard. Pisztoly. Mindegy. De a kutyafáját, ha már így van, nem babra megy majd a dolog. Én vagyok a sértett fél, engem illet a fegyverválasztás joga. Gondom lesz rá, hogy ne legyen móka a találkozásunk. Ha esze van a golyónak, vagy a kart hegyének, én fogok átsétálni a más világra. Ha meggondolom, a középkor óta nem élt hozzám hasonló lovag, aki ilyen könnyedén halt volna meg egy kézcsókért. Olga holnap utazik. Lehet, hogy én is utazom, csak éppen egy kicsit messzebbre. Illenék is elbúcsúznunk. Ha megengedi, nyomban megírom a levelet. Olga, a halálba indulók nagyon bátrak, azért merem én is most már ilyen egyszerűen a nevén szólítani. Visszatekintek a nagy ismeretlen küszöbéről, az életet nézem, amelyet elhagyok, és meg akarom köszönni a benne csillogó egyetlen fényességet, amelyet maga lopott bele. Nem fogunk többé találkozni, és talán jobb is így. Megadatott nekem, ami keveseknek, láthattam a tökéletest, de egyben elérhetetlen. Az én lelkem most tele van zengő világossággal, és a szememből tiszta, gyémán csillogással hullnak a meghatott könnyei. Ha így kerülnék az Úr elé, szívéhez szorítana és megbocsájtaná vétkeimet, szeretném azt mondani, hogy legyen boldog. De nekem már kívánnom sem szabad semmit. Ami ezután következik, új fejezet, amelyhez nekem nem lehet közöm. Én csak a keze fölé hajolhatok gondolatban, és azt mondhatom, köszönöm. Köszönöm, hogy célt és értelmet adott az utolsó pillanatban egy zátonyra futott életnek és ezzel megváltotta a kárhozattól. Isten bele! Ternyei! Ötödik fejezet Fél órával előbb volt nálam a két segéd és közölte velem, hogy holnap reggel lesz a párbaj. Pisztoly és utána kard. Kétszeri golyóváltás, azután nehéz lovassági kardok, félbandázzal harcképtelenségig. A fiúk rémületnek vélik sápat hallgatásomat, és kedélyesen a vállamra ütnek. Legjobb lenne átlumpolni az éjszakát. Egy kicsit berúgunk. Á, nem kell mellre szívni a dolgot. A statisztika szerint a legkevesebb párbaj végződik komoly sebesüléssel. Azt hazudom nekik, hogy nem megyek, mert egy kis nőt várok. Röhögve ütnek hátba. Remek fickó vagy. Ez aztán hidegvér. De igazad van. Ez minden esetre a legkellemesebb izgalomlevezető. Még a lépcsőről is hallom nevetésüket. Most nagyon jól esik a magány. A szemem gépiesen siklik végig a falra akasztott régi képeimen és vázlatokon. Egy élet munkája. Még kellene dolgoznom. Sok mondani valóm lenne. Itt a megkezdett kép, amelyhez böskeült modellt. Egészen jól indult. No, ezt sem fogom sohasem befejezni. Hideg rémülettel döbben belém, anyámhoz és húgomhoz kellene búcsúlevelet írnom. Ki fogja nekik megmondani, hogy meghaltam. És mit írhatnék nekik, ami magyarázatul szolgálhatna? Elfogják átkozni Olgát. Most már tudom, ez lesz az utolsó kérésem, ne gyűlöljétek Olgát! Anyám, ezt nem érted, de összetett kézzel kérlek a sír szélén, szeresd ezt a lányt! Drága, jó anyám! Hogy féltett mindig a várostól, a rossz lányoktól? Látod, édesanyám, mégsem a rossz lányok lettek a végzetem, hanem ez az egy tiszta és szent, aki elém került. Ez az éjszaka minden esetre még az enyém odakint már felgyulladnak a lámpák, álmos cigányok és jazz muzsikusok nyújtóznak ágyaikban, felkelnek és indulnak a lokálokba, kávéházakba, vendéglőkbe. Hány helyen szólhat Pesten éjszakánként a zene? Hány helyen táncolnak, isznak, duhajkodnak, szeretnek? Látom az éjszaka zűrzavaros, csillogó kavargását, estélyi ruhás nőket, mint egy döbbenetes látomás bontakozik ki minden előttem és ebből az örvénylő forgatakból kilép egy nő. Mindenkinél szebb, mindenkinél sugárzóbb, elindul és erre tart, ide jön, ebbe az utcába. Olga! A vízió olyan eleven, hogy felugrom a kerevetről, és szívdobogva állok az ajtóra meredve. Már a lépteit is hallom. A falépcső könnyen megcsikordul. Egy pillanatra megállt, elfulladt lélegzettel. Pontosan érzem, mikor az ajtóm elé ér. Heves mozdulattal tépem fel az ajtót. A küszöbön ott áll Olga. Nem is csodálkozom. Tudtam, megéreztem. Az én rettenetes akaratom hozta ide. Két szeme ilyetten és meghatottan néz rám az arcalángol. Olga! Kiáltottam elragadtatva és felújongva. Tudtam, hogy jön. Látja, ajtót nyitottam, mielőtt kopoghatott volna. Megéreztem, hogy itt van március. Vártam. Melegen nyújtja felén két kezét. Kedves, drága jó barátom. Az ilyesmire nem lehet visszaemlékezni. Szavak hullottak vallomások. Két ember boldog, lázas találkozása. Az életünkről gyónunk. Ő is elmondja álmait, lázadozásait, és én az izgalomtól reketten kérdezem. És a szíve? A szíve? Csendesen lehajtja fejét. Nem vagyok boldog. De hiszen maga ezt úgy is tudja. Nem szeretem bánkit. Kérem, ne beszéljen most erről. Lassanként csordulnak ki a fájdalmas titkok. Soha sem értette meg az édesatya, akinek egyetlen bálványa a pénz. Szeretem apát, aki olyan, mint egy gyerek. Belehalna, ha ellenkeznék vele. Neki szent meggyőződése, hogy különc, légvárakat építő, fellengős teremtés vagyok. Kétségbe ejti a gondolat, hogy nem imádom a pénzt görcsösen ragaszkodik Bánkihoz, aki ma a tőzsde legszerencsésebb kezű játékosa. Nincs erőm ellenkezni. Ezt meg kellett mondanom magának. És azt is, hogy a legjobb, legértékesebb barátomnak érzem. Nem kell beszélnie. Hiszen mi már annyit beszéltünk egymással anélkül, hogy kimondtuk volna a szavakat. Láttam magát, ahogyan hozzám szegődött magányos sétáimon, és a kép, amely ott lóg a szobámban, mindent elmondott. Köszönöm, hogy szeret. A szavai királyi palástot borítottak a vállamra, ragyogó fényt gyújtottak a műtermemben, és én, Ternyei Tibor, a megcsúfolt, megtaposott rongyember, lebók cimborája, kezemben tartottam a kezét, és az ujjai megvonablottak tenyeremben. 12 kép függött a műtermem falán. Felugrottam és egy papszent őrjöngésével akasztottam le őket, és odaraktam valamennyit olgalába elé. A magáé. Minden képemet magának adom. Minden, amit alkottam, ezért az egyetlen pillanatért készült. És most mindenért kárpótolva vagyok, ez a legnagyobb, legfenségesebb siker. Könycsillog szemében a keze szeliden végig siklik a hajamon. Ha itt maradna, ha mindig együtt maradhatnánk. Suttogom. Végtelen szomorúsággal néz rám. Ha itt maradhatnék. Leheli, mintha visszhangja volna sóhajtásomnak. És szeliden, szinte könyörögve védekezik, mikor egy önfelett mozdulattal magamhoz ölelem. Ne bántson! Maradjon minden így! szép, tiszta, gyönyörű emléknek. Kezére záporozom csókjaimat és feljajdulok. Én meghalok, Olga. Meghalok. Rám néz csodálkozó szemmel, a keze átfonja nyakamat. Nem halhatsz meg. Most kezdődik csak az élet. A nagy, virágzó, boldog élet. Válaszolni akarok, az ajkam némán mozog. Egészen közel hajol hozzám, a szavai szinte égetnek. Ez a perc sokkal közelebb hozott bennünket egymáshoz, mint gondolod. Bíznod kell bennem. Vissza fogok térni. Várj türelemmel. Eljön a nap, talán hamarabb, mint gondolod, amikor majd újra jelentkezem. De ha én, akkor már nem leszek. Ha nem élek. Sikoltottam fájdalmasan. Szemében új csodálkozás. De miért ne élnél? Mondja Makacsul. Olgára nézek, és egyszerre visszatér minden reményem. A mellemet szinte szétfeszíti a felzengő életvágy. Milyen őrült vagyok? Hogy is gondolhatok a halára? Hiszen előttem áll minden mámoros szépségében az élet. Forró hullám önt el, a vérem friss, vidám ritmusban kering, a keserűség és fanyar fásultság mögül váratlanul csilingelnek ki az öröm szavai. Ó, hiszen annyi belém dermet érzés várt feltámadásra. Kényeztető, édes, szerelmes szavakat hullattam rá, és az ajkam ájult bátorsággal tapadt az övéhez. Már egészen sötét volt a műteremben. Olga felriadt. Búcsúznunk kell, Tibor, és a küszöbön még egyszer megöleltük egymást. A viszontlátásra. Újra hallom könnyű lépteit, amint lefelé surran a lépcsőn. Kipkop, kipkop. A számon még ott ég a csókja. Vad öröm viharzik fel bennem, és mint az őrült, ordítom. Élni akarok. Odakint már leszállt az éjszaka. Hatodik fejezet. Az orvos mosolyogva állt előttem s magyarázgatta. Szerencsés eset, kedves művész uram! Néhány milliméternyi eltolódás és bizony átfúrta volna a szívét. No, így nincs semmi baj. Most már egészen biztosan megúszta a dolgot. Zavarosan, kuszán keringtek bennem az emlékek. Fáj a fejem. Egyetlen határozott érzésem van, éhes vagyok. A főorvos nevet. Éhes. Nem csodálom. Tudja, mióta alszik egyfolytában. Harmadik napja. Egy kisé erőszakosan kellett visszarángatnunk az életbe. Remélem, nem haragszik. Félek, orvos úr, hogy igen. Ha ez a fenséges nagy nyugalom a halál küszöbe, akkor nekem kár volt feltámadnom. Nekem most nagyon rossz dolgom lesz. Ugyan kérem, hogy mondhat ilyent. Fiatal ember létére, aki szép nő miatt párbajozik. Az újságok úgy magasztalják önt, mint egy újkori lovagot. Eszményi szerelemről, művészi rajongásról írnak. Tudja, hány szerelmes levelet kapott, amióta itt fekszik. Legalább ötszázat. Két kosarat teleraktunk vele. Öndivatba jött, fiatal ember. Kérem, hol vagyok én most tulajdonképpen? Melyik kórházban? Kórházban! Nézzen körül, kérem! Ez a főváros legelőkelőbb szanatóriuma. Doktor Árkai Sebész professzor magánintézete. A professzor úr személyesen vette ki magából a golyót. De kérem, hogyan lehetséges ez? A rókusból hozták ide mindjárt a beszállítás után. Egy ismeretlen mecénás nagy összeget helyezett pénztárunknál letétbe az önjavára. Ki volt az az ember? Fogalmunk sincsen. Ne törődjön vele. Majd kiderül előbb-utóbb. Az a fontos, hogy a legjobb kezekbe került és fel fog épülni. Nem ez a legfontosabb, főorvos úr. Az orvos megint mosolyog. Hagyjuk az érzelmeskedést, barátom ön egyelőre még éppen eléggé súlyos beteg, érthető, ha fokozottan ingerlékeny is meghatott. Ajánlom, ne tépelődjön semmin. Ha megreggelizett, próbáljon újra aludni. Kedvesen búcsút intett és kiment a szobából. Az ápolónő már hozta a tejet és kétszer sültet. Mozdulásra képtelenül fekszem. Titkok világosodnak meg körülöttem. Egészen bizonyos, Olga küldte a pénzt. Ő vitetett a szanatóriumba. Gyermekkorom óta nem voltam beteg. Akkor az anyám állt az ágyam mellett és leste a lélegzetvételemet. Minden kívánságomat, szeszélyemet teljesítették. Olyan jó volt betegnek lenni. És most Olga állt láthatatlanul az ágyam mellett. Ezek a többiek, mint csak az ő akaratának a végrehajtói ő küldte a tejet, az édességeket az orvost, aki visszahívott az életbe. Olga nem akarta, hogy meghalljak. Most nem érzem a kínzó, éles fájdalmat, amely az előbb még élesen hasított megkínzott mellembe. Részeg öröm kábít el. Olga azt akarja, hogy éljek. Szeret. Meg akar tartani. Vissza fog térni hozzám. Az ápolónő hatalmas virágkosárral jött vissza a folyosóról. Primadonnák kapnak ilyeneket, amikor premierjük van. Ez is névtelenül érkezett. Magam mellé állítom az ágyfejéhez és lehúnyt szemmel szívom a virágok illatát. Olga üzenete. A leveleket. Sürgetem izgatottan. Óriási halom levelezőlap, levél. Egymás után tépem fel valamennyit. Csak az aláírást keresem. Egy nevet. Az ápolónőm nyilván azt hiszi, hogy megbolondultam, mert nem engedem egyetlen levél felolvasását sem. Senki sem érdekel. Csak ő. De ez a levél nem érkezett meg. Hisztérikus nők rajongása, ömlengő áradozása. Utálatos és megszégyenítő. Sírni szeretnék. Miért nem ír? Miért nem szól hozzám lágy, simogató szavakat? Az előbbi felgyulladásomat szinte határtalan kétségbeesés váltja fel. Mi lesz most már velem? Én már nem térhetek vissza előbbi életembe. Nem tudok többé fény és szeretet nélkül élni. És lassan kibontakozik bennem a felismerés, számomra már csak egyetlen megoldás lehetséges vissza kell térnem a falura. Majd alázatosan és csendesen bekopogok az édesanyámhoz. Itt vagyok, anyám, megjöttem. Rémült szemedből látom, hogy már tudod az igazságot, igen, hazudtam neked. Nincs fényes műtermem, nem megy jól a dolgom, nem ölelt szívére a város. De azért még sem jártam ott hiába. Megismertem és megszerettem valakit egy lányt és ez a szerelem elégetett bennem mindent, ami elajasult és gonosz volt. Nem hagyott meg bennem semmit, csak egy különös szomorúságot. Fehér szomorúságot, anyám, amilyen csak a tiszta lelkű emberek ismerhetnek. Így jöttem vissza hozzád, anyám, megtisztultan és a simogató kezedet keresve. Azt akarom, hogy meséket mond nekem, anyám. Mikor kicsin voltam, olyan sok csodát meséltél, és én tátott szájjal, dobogó szívvel hallgattam. Mesélj a tündérlányról, aki elfutott, eltűnt, és egy szerelmes, bolond csavargó elhatározta, hogy felkutatja. És mond azt, hogy ez a nevetséges, züllött fickó csak ugyan megtalálta, és feleségül vette a tündér kisasszonyt. Erről kell mesélned, anyám, és én úgy fogom hallgatni szavaidat, mint az imádságot. Hetedik fejezet Falul Milyen jó, hogy nem kérdeztek tőlem semmit. Az anyám szeme lábadt, mikor a karjába szorított, nem szóltam semmit és mindent tudott és már vigasztalt is, ahogy a reszkető kezével simogatta sápadt arcomat. Ne törődj semmivel, fiam, mindegy, hogy mi történt. Csak hogy itthon vagy. Csak hogy megjöttél. Juci húgom táncolva karolt belém, ezer gyengét kérdéssel ostromolt. Mi a kedvenc süteményem? Melyik pecsenyére volna gusztusom? Szeretné bemutatni, hogy milyen kitűnő gazdaszony lett belőle. Aztán fülembe súgja a nagy titkot, Menyasszony. Fiatal, háromszáz holdas gazda kérte meg a kezét. Imádják egymást. És azt kérdezi, hogy én voltam-e már szerelmes torkomat szorítja a feltörni készülő sírás. Azután megcsókolom és azt mondom. Légy boldog, jucikám és csak szeresd a vőlegényedet. Szeretni a legszebb dolog a világon. Dél felé eljött a vőlegény is. Nabbarnított arcú, derékszállegény. legény. Tárkány Andris. Szép bukétába kötött virágokat hozott megcsókolták egymást szerelmesen, a szemük nevet a boldogságtól. Júci tréfásan fenyegeti meg Andrist, mert egész éjszaka cigányjal húzatta az ablaka alatt. Azután ő is átad valami ajándékot. Hímzett nyakkendő, ha jól látom. Nem cserélnének ezek a kis királlyal sem. Én meg csak nézem őket, egyre növekvő ámulattal. Milyen végtelenül egyszerű mindez. És én hogyan vergődtem, fuldokoltam a város ezer hínárja közepette. Édesanyám frissen szedett körtét rak elénk. Ezt a Tiborfáról szedtem. Mondja. Tiborfa. Kérdem csodálkozva. Hát nem emlékszel. A tizedik születésnapodon ültettük, a nevedről kereszteltük el. Ez hozza a legízesebb gyümölcsöket. És ebből idegen nem kap soha. Ó drága, becsületes, szent emberek! Úgy lézengek közöttük, mint egy borzas kutya. Mosolygok én is, de a gondolataim távol járnak. Édesanyám észreveszi és megkérdezi. Mire gondolsz, fiacskám? Semmire, igazán semmire. Még bennem zúg a város lármája, ettől vagyok ideges és szórakozott. Nem vagy őszinte hozzám valami nagy titkod, szomorúságod lehet. Nézz a szemembe, fiam! Lassan felemelem a fejemet, édesanyám aggódva, hosszan néz rám. Azután csendesen kérdezi. Nagyon szereted azt a lányt. Torkomig dobol fel a szívem. Könnyönti el a két szememet és odahullok az anyám mellére, mint kiskoromban. Anyám, édesanyám! Zokogom, és érzem, hogy az ő könnye is rám harmatozik. Így ülünk mélységes megindulással néhány percig szótlanul egymás mellett. És akkor azt mondja az édesanyám különös, meleg hangon, amelynek édessége megsimogatja a szívemet. Majd imádkozom, hogy boldogok legyetek. Most kibudjam belőlem a szó. Lázasan, lihegve gyónom a titkomat. Köszönöm, anyám, te megérezted, hogy ő az egyetlen, aki rajtad kívül jó volt hozzám. Ő is boldogtalan, akár csak én. Nagyon gazdagok, de az ő lelkét nem fertőzte meg az arany. A leggyengédebb, legnemesebb lélek. Erre is szelíden bólogat. Bizonyára így van, ha te mondod. Hangja mögül titkos gond fátyolozódik. Ritka kincs az ilyen lány nagyvárosban. Örülök, hogy rátaláltál. Most persze el fog vinni tőlem. Ez az anyák sorsa. Nem, édes anyám. Ide fog hozni. Mert én nem megyek többé el innen. Közöttetek fogok élni. Itt fogok festeni, kertészkedni, földet művelni. Anyám arcán leírhatatlan boldogság ragyog. Most már igazán elhiszem, hogy megtaláltad az igazit. Az én szívem is ezt súgja. Menj érte mielőbb, és hozzad ide. Elhozzam. Az álomkép brutálisan oszlik szét. Megalázva, kétségbe esetten kezdek józanodni. Bolondokat beszéltem anyám. A napsugár, a virágok, a te jóságod ringadtak tündérálomba. Én azt a lányt soha sem érhetem el. Nem mehetek érte, talán látni sem fogom többé. Ilyetten néz rám. Nem szabad így beszélned, fiam. Imádkozz. A kisítőek mindent elveszítenek, de a hívőket, akik igaz ügyet akarnak, azokat megsegíti az úr. Csüggetten intek tagadást. Különös harc ez, anyám. Ketten küzdünk a lányért. Én a sátánnal állok harcban és ő győzni fog. Ne kérdezzen részleteket. Nem tudok róla beszélni. Talán majd máskor, ha már nem fog ennyire fájni minden emlékezés. Könnyönti el a szemem, hiába szeretnék mosolyt erőltetni. Felugrom és elszaladok. Nem akarom, hogy az anyám sírni lásson. A kert végében a húgom áll, vőlegényével átölelkezve. Andris egyszerre hallgatást int és kifelé mutat. Ott megy, ni, Nézze, milyen csuda szép! A húgom tréfásan cibálja meg a fülét. Még utóbb beleszeret. Andris nevet. Nem gyün az hozzám. Álom kisasszony az, aki bizonyára a királyfit várja. Később megkérdezem tőlük, hogy kit néztek. Egy furcsa lány lakik itt. Magyarázza a húgom. Nem régen költözött a grófikastéba. Most nyáron vették meg az öreg gróftól árverésen. Most azután beköltözött. Senki sem tudja, mi fajta, honnan jött, de úgy látszik, még a grófnál is előkelőbb személyiség lehet, mert olyan magasan hordja az orrát, hogy közönséges ember fiára rá sem néz. Mindig egyedül jár. A nép elnevezte alvajáró kisasszonynak, mert úgy járkál, mint a holdkóros vidáman felkacag, piros ajka mögül kivillannak fehér fogai. Kezével legyint. Szegény bolond lány. Nem irigylem. Nem sok öröme lehet a pénzéből. Nyolcadik fejezet. A testem már egészen meggyógyult. Nagy sétákat teszek, mintha kutatnék, keresnék valamit az ismerős tájakon, ahol mint boldog gyermek szövögettem fantasztikus álmokat. De jó volna újra feltámasztani a régi hitet, a csodákban való vak bizakodást. Néha eszembe jut, hogy dolgozni is kellene. Csábítanak a friss színek, a barnára sült legények, a délcegen járó parasztlányok, hogy nyúljak az ecset után. De ezek az apró fellobbanások hamar kihúnynak. Képtelen vagyok dolgozni. Nincs semminek célja és értelme. Kinek dolgozzam? Mit akarok az élettől? Minek nekem siker? Csak fekszem a réten és nézem a felhőket, az eget, a hajladozó faágakat és hallgatom az erdő felől kiáltozó kakukot, a harkály kopogását, a csízek csipogását, a pásztorgyerekek kurjongatását. Mindennek hangja van a patak végtelen ritmusokat muzsikál, bogarak zümmögnek, donganak millió hangja van a végtelenségnek, de hozzám egyik sem beszél. Mintha minden szám kivetett volna. Sehová nem tartozom. Én most éppen ilyen idegen lennék az óceán közepén, vagy Párizs tomboló életcsodrában. Mert én csak egyetlen hang muzsikájára várok szüntelenül, egyetlen kész simogatását sóvárgom kétségbe esetten. Csak ez válthatna meg és támaszthatna fel új életre. Olga, merre járhat? A pesti lakásomon meghagytam a címemet. Kétszer írtam a házmesternek, és megkérdeztem, nem kerestek. A válasz lesújtóan rövid és könnyűártélen, senki sem kereste a nagyságos urat. Nem érdeklődik utánam. Elfelejtett Vajon visszatért már Budapestre? Egészen bizonyos. És kibékült bánkival. Írnom kellene neki. De mit írhatnék, ami nem gyámoltalan vergődés? Minden leírt szó szánalmas dadogás. Találkoznunk kell. Szinte robbanó erővel viharzik fel bennem az elhatározás. Egy napig sem tespedek itt tovább. Visszautazom Pestre és ha kell, ököllel, foggal, a tíz körmömmel harcolom ki magamnak olgát. Nem nyugszom meg a vállásba. Nem adom oda bánkinak. Vad rémület lesz rajtam úrrá. Talán már is elkéstem. Hogy is lehettem ilyen asszonyosan gyáva és érzelmes? Miért álltam félre? Olga szemembe mondta, hogy szeret. És én mégis elhagytam. Én vagyok felelős mindazért, ami történt? Öklömmel verem a fejemet. Ostobaságom mérhetetlen nagyra nő magam előtt. Mi történhetett velem, hogy csak most eszmélek fel? Legszívesebben telefonon hívnám fel azonnal. De miért is ne tenném? A postám van telefon. Interurbánt kérek. Mint az őrült rohanok vissza a faluba, valósággal betörök a posta hivatalba. Sürgős beszélgetést kérek Budapesttel. A postamesternő csodálkozva néz rám. Szokatlan kérelem, nem érti, hogy mire élik mögötte. Itt semmi sem sürgős. Látja dúlt arcomat, vállat fon és hívja Budapestet. Öt perc múlva jelentkezik hidvégéék lakása. A házvezetőnő beszél. A kisasszony. Nem -e nincsen Pesten. Nem tudjuk, hová utazott és azt sem, hogy mikor jön haza. Szinte boldogan távozom a postáról. Már alkonyodik. Találomra nekivágok a violaszínű földeknek, a kertek alatt járok, ahol senki sem zavarja magányos sétámat. Olyan jó most ez a nagy csend. Játékos árnyak hullanak egyre sűrűbben a földre, remegő félkörök. Japán a rébeszkekre emlékeztető szeszélyes vonalak és rákúsznak a hátamra, mellemre, lesiklanak rólam és újra rám vetik magukat. Az ember a lelkével hallja a suhanásuk hangját. A közelemben könnyen nyikorog a kavics, ellaposodott ágrecsen. Valaki jár erre felé. Az akácfák között elegáns, karcsú nő alak lépked. Az alvajáró kisasszony. Villanát agyamon. Egyenesen felém tart, és én eszméletlen izgalommal, gyökeretvert lábbal sikoltok fel. Olga, az első pillanatban rémület villan a szemében, azután határtalan öröm. Tibor, könnyezve, kacagva öleljük át egymást. Nem tudunk felocsúdni a meglepetéstől. Szaggatott, töredezett mondatokból szedem össze a történteket. Nem utaztak külföldre. Itt rejtőztek el, az én falumban. Apja is itt van. Még körülbelül tíz napig maradnak itt. Micsoda bódult, szép napok következtek. Ismertem a környék minden búvóhelyét. Valamikor szegény legények bújhattak meg ott. Most oda hurcoltuk névtelen boldogságunkat. Rengeteg beszélnivalónk volt. Naponta ezerszer kellett megkérdezni egymástól szeretsz? És mindig válaszolni kellett rá, végtelenül. Anyám nem győzött csodálkozni. Mi történt veled? Az arcod kipirosodott, a szemed ragyog és folyton kacaksz. Magammal viszem a festőkazettámat. Olgát festem, amint ott áll a réten napsütésben, millió virág között. Az életünk csupa lázas ritmus, remegés és gyötrelmes komédia. Ezernyi szót ejtünk, csak a legfontosabbat nem merjük kimondani. Pedig mind a kettőnkben ott remeg a félelem. Mind a ketten tudjuk, hogy csak néhány napig tart ez a napsütés. Valamit tenni kellene. Valami döntőt és elhatározót. Még eddig azt sem mertem megkérdezni, hogy mit csinál bánki. Hogy írnak-e egymásnak? Vagy telefonon beszélgetnek? Nézem Olgát és látom, hogyan próbálja rejtegetni előttem nyugtalanságát. Ő is tudja, hogy miről kellene velem végre beszélnie. De ő sem meri megrontani hangulatunk harmonikus szépségét. Húzzuk, halasztjuk a döntő beszélgetést, mint a rossz adósok a fizetést. Mintha abban reménykednénk, hogy majd magától oldódik meg minden. Csak néha mondja Olga, hogy apja napról napra nyugtalanabb. Nem alszik éjszakánként. Már nem csak azért van itt falun, mert a botrány hullámainak lecsillapodását várja, hanem a hitelezők miatt is. Az ügyvédje azt mondta, hogy sokkal könnyebb egyezségi tárgyalásokat folytatni, ha nincs Pesten és nem tudják, hogy hol rejtőzik. Aztán ránk szakadt a végzetes szerda. Délután háromra adtunk egymásnak találkát a tatárdom katlanjában. Én már fél háromkor ott voltam. Szerettem várni Olgát. Ilyenkor a képzeletemmel festegettem és élveztem, hogyan alakul át bennem minden valami csodálatos, felfokozott muzsikává. Ha együtt voltunk, sohasem tudtam olyan szép szavakat mondani neki, mint amilyenek ilyenkor jutottak az eszembe, és a készülő képvásznára megdöbbentő színeket vázoltam fel, amelyek égők és tébolyultak voltak, mint a bennem feszülő vágyak. Negyed négy. Olga még mindig nincs itt. Nem értem. Eddig mindig percnyi pontosággal érkezett. Hiszen tudja, milyen reszketve várom. A percek gyötrelmes lassúsággal múlnak. A szemem megfájdul, ahogyan a távolba meresztgetem. Fél négy. Vad félelem rohamoz meg. Verejtékül kihomlokomon. Végig sem merem gondolni gyanúmat, Olga búcsú nélkül Pestre utazott. Háromnegyed négy. Nem bírom tovább a gyilkos kétséget. Most már semmivel sem törődöm. Vörös haraggal izzik elhatározásom, felmegyek a kastélyba, elhozom, elragadom. Ne kivágok az útnak. Nem merek gondolkozni. Fejem zúg, szemem előtt zavaros fénykarikák folynak össze a pipacsos dűlőnél szembe jött Olga. Megrémültem, mikor ránéztem. Ijesztően sápat volt. Elállt a szívverésem. Éreztem, hogy szörnyűség történt. Drágám, dadogtam, hol késtél? Mi történt? A felindulástól nem tudott azonnal válaszolni. Az ajka remegett. Beszélj, ne rémíts halára! Rám nézett, arcán végtelen szomorúság tükröződött. Bánki megérkezett, mondta halkan. Arcomból kiszökött a vér. És ha megjött, mit jelent ez? kérdeztem remegve. Fáradtan sóhajtott. Holnap visszautazunk Pestre. Búcsúznunk kell, de nem. Kiáltottam magamon kívül. Erről többé szó sem lehet. Olga gyötrődve fogja a kezemet. Drága barátom, ezen nem lehet változtatni. Hiszen tudod, hogy mennyire szenvedek én is, hogy csak téged szeretlek. Ezt mered mondani? Kiáltottam szenvedélyesen. Kételkedsz bennem? Kérdezi fájdalmasan. A szeme csupa könny. Aki szeret, nem tud megalkudni. Nem ismered a helyzetet. Nem lehetek az apám gyilkossal. Most nekem meg kellene mondanom olgának az igazat. Le kellene lepleznem bánkit. Hiszen még most sem tudja, milyen gyalázatosan csajja böskével. És hogy az apjának mindenről tudomása van. Hidvégi úrnak sokkal kevesebb lelkiismereti furdalása van leánya jövőjét illetőleg, mint fordítva. Nyugodtan, a leghitványabb önzéssel áldozza fel Olga jövőjét, hogy annak árán megmentesz vagyonát. És ez a jó hiszemű lány vakon hisz nekik. Elhiszi bánkinak, hogy szerelmes, és az apjának, hogy élethalál kérdésről van szó. Meg kellene magyaráznom Olgának, hogy a hidvégi féle emberek nem olyan túlságosan érzékenyek, mint amilyennek megjátszak magukat, nem halnak meg olyan könnyen a feletti szégyenükben, hogy hitelezőiket nem tudják kielégíteni. Az igazság, hogy bánki meg hidvégi üzletei sokkal jobban össze vannak bogozva, sem hogy egymástól elválhatnának. Mindegyik fél a másiktól és Olga csak arra jó, hogy az üzleti kapcsolatot ilyen családi viszonnyal is elmélyítsék. Igaz, hogy bánkinak van pénze, hidvéginek pedig nincsen, de viszont hidvégi számos olyan üzleti titkot tud, amelynek bánki igen jó hasznát veszi, ha együtt dolgoznak és viszont kíméletlenül fel lehet azokat használni bánki ellen, ha esetleg összevesznek. Nem kell félteni hidvégit kezében tartja bánkit akkor is, ha Olga nem lesz a felesége. De ezek a komisz, önző emberek sokat adnak a kőszínre. A világ előtt após és vő kapcsolata mögé rejtik cinkosi mi voltukat. Mindezt világosan látom és tudom. És mégsem mondhatom meg Olgának. Azt hinné, hogy a kétségbeesés és a féltékenység adja számba a rágalmazó szavakat. Megvetne, hogy ilyen eszközökkel akarom megtartani. Még sohasem nyilatkoztam neki Bánkiról. Utálatos dolog, ha vetétársak kicsinylő és megvető hangon beszélnek egymásról. Én nem harcolhatok másképpen Olgáért, csak a már bevallott szerelem erejével. Tudom, hogy eljött a döntő pillanat. Ha most csatát vesztek, ha gyáva vagyok és nem merek mindent kockára tenni, akkor örökre elvesztettem Olgát. Ez az érzés rettentő bátorsággal töltött el. Rendben van, Olga. Mi most együtt visszamegyünk édesapádhoz, és én megmondom neki, hogy te senki másé nem lehetsz, csak az enyém. Fehér arca még sápadtabb lett. Megőrültél? Mondja rémülten. Mégis megteszem, nehogy egy még nagyobb őrültséget kövessek el. Válaszoltam elszántan megfogtam Olga kezét, és gyengéden magamhoz vontam. Bátorság, Olga! A boldogságért harcolni kell. Ellenállása lassan megtörik. Úgy simul hozzám, mint egy kis gyermek, aki teljesen rábízza magát az erősebb védelmére. Ne gondolj gyávának, Tibor! Végtelen bátorság kell ahhoz, hogy én most mindent rád bízok. Nem messze tőlünk egy kereszt állt az országúton. Odavezettem olgát, és mindketten odatérdeltünk eléje. Némán, mélységes alázatban imádkoztunk. Amikor felálltunk, megcsókoltuk egymást. Azután elindultunk a kastély felé. Kilencedik fejezet. Már messziről láttam a teraszon ülő bánkit és hidvégit. Fehér nyári vászonruhában ültek egy kerti asztal mellett, mint két kedélyes földesúr és borosüvegek mellett diskuráltak. Hidvégi harsányan nevetett. Bánki mondhatott el neki egy Pestről hozott trágár viccet. Á, valóban egyiken sem látszott, hogy különösebb lelki problémák gyötörték volna őket. Olga előre ment. Nem akartuk megjelenésemet előzetes összeesküvésnek feltüntetni. Én a kerítésnél lapulva várakoztam. Jól megválasztott hely volt, ahonnan mindent láthattam és hallhattam. Halló, Olgicám! Kiáltotta Bánki, mikor Olgát megpillantotta, hát te hová szöktél. Nem is sejted, milyen meglepetést sütöttünk ki apával, amíg távol voltál. No, próbált kitalálni! Nincsen kedvem tréfálkozni, Jenő! Mondotta komoran Olga. Ben sértődött, arcot vágott. Igazán nem vagy kedves. Mondhatom, egyáltalában nem úgy viselkedsz, ahogyan a szerelmes menyasszonyhoz illik. Ne haragudj rá, szólt közbe hídvégi, Olga valósággal búskomor lett ebben az unalmas falusi magányban. Legfőbb ideje, hogy megint megkezdjük a társasági életet. Tévedsz, apa, mondotta Olga. Én még soha, sehol nem éreztem olyan jól magam, mint ebben a faluban. És én nem is akarok visszamenni Pestre. Bánki nevetett. Kivéve, ha olyan titkot árulok el, amelytől talán mégis megjön az utazási kedved. No, gyere ide, te kis duzzogó cica. Ne légy már olyan karmolós kedvedben. Látod, apa is jó kedvű. Szépen elintéztük Pesten a kellemetlen üzleti ügyeket. Persze meglehetősen nagy összegek erejéig kellett jótállást vállalnom, de hát mit nem tennék meg az apósom kedvéért. Hidvégi elégedetten bólogatott. Bizony, kislányom, nem is tudod, milyen derék, aranyos fiú Jenő. Megérdemli, hogy nagyon szerest. A kezem ökölbe szorult a gyalázatos mormogtam magamban, a lányával akarja fizettetni edóságát. Olga hideg, nyugodt hangját hallom. Én is örülök és mindent köszönök, amit apáért tettél, Jenő. Bánki egészen közel lépett Olgához. Ohó, kicsikém, ez egy kis túlzás. Ennyire önzetlen nem vagyok. Nem csak apáért tettem ezt, hanem érted is. Sőt, mindenek felett érted. És mert türelmetlen hitelező vagyok, már is be akarom hajtani a boldogságom bámját. Apával úgy határoztuk, hogy mához egy hétre megtartjuk esküvőnket. Elhatároztátok? kérdezte Olga, a hangja szinte ellenségesen csengett. Ezt éppen úgy letárgyaltátok, mint az üzleti ügyeket. Pontos határidőre szállítanak. De Olga? hüledezett hidvégi. Bocsánat, apa, ez az én magánügyem. Szólt a vitába élesen bánki. Minden esetre csodálom ezt a különös, szinte hangot, amelyet velem szemben használsz, Olga. Azt hittem, örülni fogsz annak, hogy végre megtartjuk esküvőnket. Teljesen megzavar és nem is értem, hogy mi történhetett veled. Nem ismerek rád úgy viselkedsz, mintha már egyáltalában nem szeretnél. Mondhatom, azok után, amit értetek tettem, ezt igazán nem érdemeltem meg. Értem, semmit sem tehettél. Én semmire sem kértelek. Utasította vissza éles hangon Olga Bánkit. Ezt nem lehet tovább hallgatni. Ugrott fel indulatosan hídvégi azt kell hinnem, hogy teljesen megzavarodtál és nem gondolod meg, hogy miket mondasz. Kérlek, ne ragadtasd el magad. Igyekezett bánki kínosan mosolyogni, Olga bizonyára csak ugratni akar. Haragszik valamiért. Miért nem vagy hozzám őszinte, szívem? Hiszen tudod, hogy senki sem szeret jobban, őszintébben, mint én. Most már betelt a mérték. Nem tudtam tovább hallgatni. Előugrottam, a szemem szinte lángot vetett a sok aljasságtól, a lelkem mélyéig fel voltam indulva. Hazudik! Ordítottam magamon kívül. Két színű, nyomorult fráter. Ha gránát robbant volna váratlanul, nem okozhatott volna szörnyűbb meglepetést, mint az én megjelenésem. A két férfi elképedve és kővédermettem merett rám. Hidvégi tért először magához. Hogy mert ide tolakodni? Hogyan kémlelte ki, hogy hol vagyunk? Mi csodavak merő szemtelenség ez? Csattant a hangja. Bánki levegő után kapkodott felháborodásában. Hát ez az. Kiáltotta dühösen. Itt a magyarázat. Úgy látszik, ezzel az úrral voltak Olgának titkos találkozói, és ezért változott meg hirtelen a hangulata. Olga, én nem tudom, hogy miket fecseghetett neked ez az üllött alak, akit, sajnos, nem sikerült a más világra küldenem, de látatlanban mondom, hogy minden szava hazugság és rágalom. Nem kell védekeznie. Kiáltottam. Nem vagyok olyan jellemtelen, mint maga. Nem támadok senkit a háta megett. A szemébe akarom vágni az árulását. Ide hallgasson, Olga, most már nem hallgatok tovább, ez az ember sohasem szerette magát. Most is szeretője van. A volt szobalányukat szöktette meg, és azzal élt titokban. Hazudik, fogja be a száját! ordította Bánki. Felemelt ököllel rohant felém, de Hidvégi közénk állt. Hagyd! Majd csendőrökkel vitetem el. Kérlek, Olga, ne hallgass tovább! Ez egy őrjöngő őrült! De csak hallgassa, Olga! Kiáltottam tombolva! Most az önfeláldozó apára kerül a sor, akinek én mindezt már hónapokkal ezelőtt megmondtam, és aki pénzt ajánlott nekem, hogy hallgassak erről a lánya előtt, mert neki nagy érdeke, hogy ez a házasság minden körülmény között létrejöjjön! Szörnyűség! Jajdult fel, Olga! az arca ijesztően sápadt. Ezért a törvény előtt fog felelni. Rikácsolja hidvégi. Vakmerő, hazug fráter. Tombol bánki. Ne felejtse el, mindezt bíróság előtt bizonyítania is kell. Elég volt. Hallgassatok. Jajdult fel Olga. Csak nem hiszel ternyeinek. Nem fogod a pártját egy ilyen kétes alaknak háborodott felbánki. Leányom! Szavalta patetikusan hidvégi. Nem ismerek rád. Te, az én gyengéd, okos kislányom, nem feledkezhetsz meg magadról ennyire. Csak beszéljenek. Kiáltottam. A szavak már elvesztették súlyukat. Lehullott róluk az álarc és kilátszik mögötte a hazugság és képmutatás. Olga, te tűröd, hogy ez a fickó ilyen pimaszul szólhasson páthoz és vőlegényedhez. Kiáltotta bánki. Hiszen látod, csak azért merészkedik még itt maradni, mert látja, hogy a védelmére keltél. Azért merészkedem itt maradni, kiáltottam, mert én vagyok az egyetlen, aki Olgát igazán és tisztán szeretem, aki szívesen áldoznám érte az életemet és aki semmit nem kérek viszonzásul, csak a szerelmét. Ez már sok. Ezt nem lehet tovább hallgatni. Harsogta hidvégi. Tudja meg, uram, hogy a lányom soha, de soha nem lesz a magáé. Kérlek, Olga, vessünk véget ennek a kínos jelenetnek, mondd meg ennek az úrnak, hogy hordja el magát. Olga, aki eddig sápattan, megrendülten állt, most csendesen felém fordult és halkan, de mégis világosan és érthetően azt mondta. Én ezt az embert szeretem! Bánki és Hidvégi csak álltak és levegő után kapkodtak. Nem hittek fülüknek! Nem, nem, ez lehetetlen! Nem tudod, hogy mit beszélsz! Jajdult fel, Hidvégi! Ilyet nem mondhat az én imádott kislányom, akiért egész életemet feláldoztam. Nem akarhatod megölni az apádat! Ha vele maradsz, én soha többé ebben az életben nem állok veled szóba. Kitagadlak, nem vagy a lányom többé. Olga mondta ünnepélyes nagyképűséggel bánki és kihúzta magát, mint egy rossz ripacs, te még fiatal vagy, nem érted az életet. Mondjuk, hogy csak ugyan volt egy kis futókalandom azzal az izé lányjal, mit jelent ez? Minden nőtlen férfi életében vannak ilyen jelentéktelen kalandok. Olga felém nyújtotta kezét. Olyan volt, mintha márványból faragták volna. Vele megyek. Mondotta nyugodtan. De hát miért? Miért? Kiáltotta hidvégi, majd nem sírva. Mert az élet nem lehet csupán önzés, üzleti számítása kell valami szebbnek, tisztultnak, emelkedetnek is lenni valahol. És én ezt megtaláltam. Érzelmes költészet. Dühöngött Bánki. Vigyáz, keserves könnyekkel fogsz ezért még fizetni. Nem keservesebbekkel, mint amilyeneket menyasszonyságunk alatt hullattam. Bálaszolta Olga. Olgához léptem és megfogtam a kezét. Menjünk! mondottam csendesen. És elindultunk lefelé a lépcsőkön. A hanyatló nap éppen velünk szemben állt, csupa vörös lángot fákjázott az ég felé mintha gigászi örömtüzeket gyújtottak volna a végtelemben. A hátunk mögött rikácsolva hallatszott bánki hangja. Olga, mindent megmagyarázok, ne menj! De Olga meg sem fordult. Halványan, szótlanul jött mellettem. Csak mentünk szorosan egymáshoz simulva végig a falun. Az emberek nagy szemeket meresztve bámultak utánunk, az asszonyok, lányok kiszaladtak a kapuba és úgy meresztgették a szemüket. Nini a ternyei Tibor. Viszi az alvajáró kisasszonyt. Mi pedig csak mentünk dobogó visszatérő meleg élettel és megálltunk az édesanyám háza előtt. Bezörgettem az ablakon. Én vagyok, édesanyám. Nyisson kaput. Elhoztam a lányt, akit szeretek. Csattan a kapu zárja, nyílik a kapu, két asszony összeborul, és az anyám bugó hangját hallom. Az Isten hozott édes, szép leányom. Vége.